Téli koreai vagyok. Anyám a koreai határ közelében született, ahol csupa koreai él. Én nem beszélek koreaiul, mert anyám bement egyetemre. Így aztán 12 éves koromban elkezdtem utazni. Vonatra ültem egy fityink nélkül, és elmentem valahova. Koldultam. De nem úgy, mint itt a keletiben, hanem a vidámságommal. Azzal, hogy másoknak kedvére voltam. A barátommal akkor ismerkedtem meg, amikor bejött a fogdába. 89-ben részt vettem a diák tüntetésen a Tiananmen téren. Mikor azt a sok embert megláttam, még a könnyem is kicsordult, úgy meg voltam hatódva. Ma se bánom, hogy ott voltam. De ma már nem mennék oda, csak nem azért, hogy üdítőt áruljak. Amikor lőttek, már nem voltam ott. Mert a téren éjszakázva megbetegedtem és visszamentem. De 80 napig tartottak fogdában, tárgyalás nem volt. Még előkészítés alatt állt az ügyem. Köztörvényesekkel tettek egy szellába. Az első nap 12-en véresre vertek, mert mint újonc, még nem ismertem a szokásokat, és közbeavatkoztam, amikor valami gyereket frocliztak. De másnap már nem mertek, mert megijedtek attól, hogy néztem. Hülye voltam, rájöttem, hülye voltam, rájöttem, hülye voltam, rájöttem. Kivett nekem egy lakást. Vett ruhákat, csipogót, mindent, ami kellett a rendes élethez kantonban. Olyan 20 000 jönt költhetett rám havonta, amikor 400 jönt már rendes fizetésnek számított. Hetente egyszer jött csak el, de sosem maradt éjszakára. Akkor nem is volt vele viszonyom, csak később. Nyilvánvaló volt, hogy valamit várt tőlem. Egy nap mondom neki, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mondja meg, mit akar, én is megmondom, mit akarok. Megkérdezte, mit akarok. Mondtam neki... Nekem nem a pénzeket van, nekem pénzem! Nekem a munka kell. Megkérdezte, hogy olyan munkát akarok, ami biztonságos. De nem biztos, hogy sokat lehet vele keresni. Vagy olyat, ami kicsit veszélyes. De biztosan sokat hoz. Ha régebben kérdez, másképp válaszolok. De most az utóbbit választottam. Bevezetett a szénüzletbe. Szenet hoztunk kantóba Csinhuantaóból. Hosszú volna elmagyarázni most, hogy mi volt ebben a szabálytalan, de lényeg az, hogy a párt... Vagyis az állampénzét a saját zsebünkbe tettük! Ez elég veszélyes volt. Őt kivégeztették volna a kiderül, de nekem is bajom lett volna belőle. Magyarország ötlete onnan jött, hogy az egyetemen jártam egy magyar diákkal pár hónapig. Amikor idejöttem, nem kereste meg, azt hallottam, Pekingben van. Azt mesélte, hogy Magyarországon nagyon könnyű ismerkedni. Az emberek a buszon meg az éttermekben csak egymással mosolyognak, úgy ismerkednek. Ettől nagyon kíváncsi lettem. Na, meg persze azt is tudtam, hogy Magyarországon a kínaiak a saját üzletükkel foglalkoznak, nem úgy, mint Amerikában, ahol erre semmi esélyem se lett volna. Azt reméltem, ha jól megy az üzlet, küldhetek pénzt a barátomnak, akinek igen sokkal tartozom. Nem pénzben, hanem mert 10 évig, a fiatalság a legszebb éveiben, végig azt gondolt, hogy összeházasodunk. Ő mindent betartott, amit ígért, de én nem. Kibéreltem egy kis üzletet, egy Budapest környéki nagyközségben. Aztán meg egy másikat egy ahhoz közeli faluban, és oda vettem az unokabátyámat. A környéken összesen 6 kínai üzlet van, minthogy... A pénzem is kevés. Meg raktárom sincs. Minden reggel 5-kor kijárok a 4 tigrisre áruért. Jól kijövök mindenkivel a piacon. Volt, aki még a klinikáról ismer, és olyan is, aki már első alkalommal adott hitelbe. Pirula rendszerben nyelése naponként este vagy reggel meggátolódik, hogy ön beleess a teherbe.
Ha nem rendszerben nyelés, előfordulása ön beleesett a teherben növekedett valószínűséggel bír. A pirula evése vizetkövetéssel valósul meg, úgy jó. Pirulát megharapni nem kell, a maga teljességében nyelendő bele önnek szervezetetében. De aztán őszintén megmondtam neki, ha tényleg azt akarod, hogy jól érezzem magam, akkor add ide a pirulát, ne legyél velem. Kínaiakkal nem merek ennyit beszélni, mert mindjárt átlátnán akartam. Csak üzletről beszélek velük. Étteremben igyekszem távolulni a többi kínaitól. De veled szabadon beszélek, mert te úgyse érted meg. Veletek szabadon beszélek, de úgyse értitek meg.